Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Én mester vagyok, és ebben a videókban, videómban azoknak akarok kedvezni, akik sajnos a vírus által munkanélküliek lettek, és szeretnék segíteni, hogy hogyan töltsék ki az önéletrajzokat, hogyan csináljának önéletrajzot maguknak. Akit érdekel ez a videó, tartsatok velem! Ahogy látjátok, az önéletrajz készítésről lesz szó ebbe a videóba. Mindenkinek tudom ajánlani, aki egy kicsit gyakorlottabb, vagy nem gyakorlottabb akkor is, az europass.hu ez egy nemzetközi önéletrajz kitöltő segédlet, mondhatom így, hogy segédlet, mert ugye könnyű vele kitölteni az önéletrajzodat. Ezen felül, ahogy láthatjátok, nyelvi útlevét lehet készíteni vele, okleveleket lehet mellékelni, lehet kísérő kísérőlevelet, motivációs levelet csinálni még vele. Úgyhogy ez egy komplex kis oldal, mindjárt megmutatom nektek, hogy, hogy, hogy hogyan működik. Ha legörgettek a lap aljára, akkor itt van, hogy készítse el európas önéletrajzát most. Erre szépen rámegyünk. Azt még el kell mondjam, hogy ahogy látjátok, 150 millió euh, helyen elfogadják, nagyon sok helyen elfogadják ezt az önéletrajzot, euh, bárhol a világon, ezt bezárjuk. És akkor így néz ki a felületünk. Ide a felső sorban a személyes adatainkat kell megadni rámegyek. Én nem fogom kitölteni, mert alapból már ki van töltve. Ide az utónevet, vezetéknevet, utca, irányítószám, város, ország, telefonszám, e-mail cím, ha van Facebookod, Skype-od, Twittered, bármi ilyesmi, amit szeretnél megadni, akkor ezt ide meg lehet tenni. Pozíció beosztás típusa. Ide azt, a, azt kell megadni, hogy milyen munka körre szeretnél jelentkezni, vagy, vagy, milyen munkát szeretnél vállalni. Szakmai tapasztalat. Hát ide beírod, hogy hol dolgoztál előtte, tehát mielőtt megszűnt a munkaviszonyod. Többet is meg lehet adni. Itt megadod ugye a kezdetét, itt a végét foglalkozás, mi volt a foglalkozásod, itt ugye a dátumra vonatkozó formátumot lehet megadni, munkaadó, ide be kell írni a munkaadó nevét, és akkor ide meg azt, hogy ö, mi volt a fő munkád, mit csináltál a munkakörbe, mennyi dolgoztál, stb. stb. Ezt ide tudod megadni. Tanulmányok, ö, szerintem nem kell senkinek elmagyarázni, de azért elmegyek, itt a tanulmányaidat ugyanúgy, mint a, munká, a munkaviszonynál meg tudod adni, hogy mikor kezdted az iskolát, mikor végezted, és akkor mi volt a végzettségképesítés, és hogy melyik iskolába végezted ezt. Azt lehet megadni, és akkor, hogy itt meg, hogy főbb tantárgyak, gyakorlati képzés, ide meg azt, hogy mit tanultál, mik voltak a főbb tevékenységek, lehet hozzáadni extra mezőt, lehet hozzáadni ö, esetleg bizonyítványmásolatot, bármilyen egyéb dolgot. Személyes készségek, anyanyelve, ugye aki magyar, az magyar, mindenki másnak ugye más. Ide az idegen nyelvekhez meg tudjuk adni, hogy milyen nyelven beszélünk, kommunikációs készségek. Na ezt megnyitom. Ide meg tudjátok, tehát írja is, hogy ö, mit lehet beírni. Tehát, hogy milyen kommunikációs készségekkel rendelkezel, ha esetleg van róla képesítésed, akármi, akkor ennek a fájl képét fel tudjátok ide tölteni. Szervezés, vezetői készségek, ha esetleg olyan munkahelyen dolgoztál, ahol egy csoportot vagy csapatot vezettél, akkor ugye ezt meg tudod adni itt. Munkával kapcsolatos készségek. Uh, én a saját magam um, részéről tudok kiindulni, mint például uh, én informatikus vagyok, és akkor le leírod szépen, hogy uh, az informatikának például a melyik területe, ami neked jobban fekszik például vagy tehát, hogy mit tanultál, mit tudsz a legjobban elvégezni. Digitális készségek, hát itt a digitális programokról lehet szó, Word, Excel, stb. ilyeneket lehet ide beírni. És akkor az első részét, ugye ki is töltöttük, úgymond az önéletrajznak. Lehet, itt ha rányomunk a fénykép helye, ide fel tudtok magatokról fényképet tölteni, ez már manapság elvárt egy önéletrajznál. életrajznál. Azt tudom ajánlani, hogy uh, uh, ilyen, hát uh, szolidabb, normális, esetleg öltönyös, inges, vagy, vagy uh, teljesen normális képet, tehát hogy uh, ne um, cigizzél rajta, ne sörözzél rajta, ne legyél pucérről rajta, csak mondtam valamit, úgyhogy ezeket kerüljük, a lehetséges. Egyéb készségek. Hát ugye, itt az egyéb készségek, Itt tudom én, tudsz első segélyt nyújtani, most az volt ideírva. Vagy tudsz olyan dolgokat, ami, ami kapcsolódik például a szakmához, de mégse a, ahhoz tartozik, mint például videót vágni, képet szerkeszteni, én csak most az informatikából kiadandóan beszélek vagy esetleg ha a tagja vagy szervezeteknek, mint például polgárőrség, önkéntes tűzoltóság, bármi, bármi ilyesmi, ezeket ide be lehet írni. Gépjárművezetői engedély. Itt ez nagyon egyszerű, azokat kell bepipálni, amelyek ugye a te jogosítványodban is benne vannak. Nekem amik benne vannak, ezek vannak benne, az én jogosítványomban úgyhogy ezeket bepipálod, és akkor ha valakinek van, ja meg a B is, bocsánat, ha valakinek van C kategória, C, e, C, tehát busz, kamion, stb. az bepipálja értelemszerűen. Nem mentjük el. Kiegészítő információk. Itt, itt prezentációkat akik komolyabban, komolyabb munkahelyeket pályáz meg, annak ugye komolyabb előképzései vannak, és akkor ide lehet okleveleket, kitüntetéseket, képzésekről, konferenciákról, tanúsítványokat, prezentációkat lehet ide berakni, és akkor le, le lehet írni, hogy mit tudom én, 2020 első hó 5-én publikáltam a Magyar Tudományos Akadémia, ez és ennek a számának a lapjára, és akkor ezt, ezeket például be lehet ide írni. Mellékletek. Ide bármi olyan mellékletet, bizonyítvány mellékletet, esetleg ö, ö, számlaszámot, vagy tehát bármi, mondjuk számlaszámot éppen, hát ki hogy szokta, de lehet azt is például, vagy hogyha, hát legfőképpen inkább a bizonyítványokat szokták ide, okleveleket szokták, annak a, a vagy a jogosítványnak a fényképét, mert sok munkahely szoktak kérni, ezeket lehet ide becsatolni. Ez a része szerintem ennyi lett, lenne, Ezeket, ha kitöltitek értelemszerűen, elég jó önéletre azot össze lehet hozni. Lehet exportálni, itt kell exportálni, ki tudjátok PDF-be, vagy Word-be, vagy bármilyen formátumba rányomok ide, akkor ki lehet, most felhozza nekem ugye, hogy ugye nincs kitöltve, de lehet exportálni PDF-be, vagy bármilyen más, hát csak PDF-be vagy Word-be szoktuk, másban nem igazán. Le lehet tölteni ugye számítógépre, e-mailbe elküldi, ha van Google Drive-od, Dropbox-od, OneDrive-od, ezekre is elküldi. Erről ennyit. Motivációs levél. Beszéljünk egy pár szót a motivációs levélről is. Itt is értelemszerűen kell úgymond kitölteni, bár hogyha már kitöltötted ugye a, a az önéletrajzot, akkor ugye a felső részt ezt már ki is tölti automatikusan, tehát ezzel neked ugye foglalkoznod nem kell. Ide azt kell beírnod, hogy kinek küldöd a, ugye a motivációs levelet. Például tudom én mondtam, mondok egy példát, kis Pista polgármester úr például, és akkor ide beírod, hogy mm, mit tudom én legyen Debrecen ö, város polgármesteri hivatala ide beírod ugye, a, a címét, a szervezet címét, hogy milyen utcán van, irányítószám, melyik város, melyik ország. Ide a tájba ö, beírod, hogy motivációs levél vagy vagy jelentkezés XYZ munkahelyre, és akkor ide megírod, beírod a megszólításhoz, hogy tisztelt polgármester úr, asszony, nem tudom, aki van éppen polgármester úr vagy polgármester asszony. Ide pedig írsz magadról, nem kell olyan-olyan sok, sokat írni, 5-6-7 mondatot, értelmes mondatokat, és meg kell indokolni, hogy miért szeretnél például oda jelentkezni, milyen készségeid vannak ehhez, hogy téged válaszolnak, stb. stb. Ugye ide beírod, ugye, hogy hol készítetted, ide, hogy elköszönés, maradok tisztelettel, vagy köszönettel, vagy bármi, és akkor aláírod a nevedet, és akkor ide is tudsz becsatolni bármilyen csatolmányt. Uh, igyekeztem összeszedni srácok lányok, a uh, gondolatokat ezzel kapcsolatban, ha bárkinek tudnék segíteni ebben, akkor nyugodtan írjatok uh, a videó alá kommentben, és akkor uh, ha tudok, segítek mindenkinek szívesen. Én Laki mester voltam, és ez uh, volt, hogy hogyan csináljuk meg az ön és motivációs levelünket. Sziasztok!